székelyszentkirályi elemista diákok készülnek izgatottan a délutáni fellépésre az osztálytermükben. A harmadikosok nagy kihívás előtt állnak, ők mutatják be a 24. gyermekszínjátszó fesztivál nyitó előadását. Egy népszokást szeretnénk bemutatni, a tollfosztást. Azért választottam ezt a darabot, eddig mindig mesejátékkal készültünk. Most szerettem volna, hogy a gyerekek most már annyira érettek, harmadikosak lévén, hogy egy népszokást is tudnak értékelni. Három hete próbáljuk, szerintem az körül, és hát szerintem olyanok, mint a... Hát olyan, mint a faluban, ami történt. A majd negyed évszázados fesztivált a Felsőboldogfalvi Általános Iskola egykori pedagógusának ötlete alapján indították útjára. 1996-ban a volt kollégáim, hát pontosabban Sinka Ignác zeneszakos tanár, neki volt ez az ő ötlete, hogy indítsunk el egy ilyen fesztivált, ahol lehetőség lesz a környékbeli. Hát elsősorban a falusi gyerekekre gondoltak először, de később a városi iskolákat is bevontunk, hogy a kisgyerekeknek legyen egy olyan hely, ahol találkozhatnak együtt, együtt játszhatnak. Így kapta a nevét is a fesztivál, hogy játszunk együtt, gyermekszínjátszó fesztivál. A mese és népi játékok, vagy a líra, a dráma eszközeivel, esetleg más színpadi formákkal bemutatott darabok mind-mind az anyanyelv iránti felelősséget erősítik a gyerekekben. A fesztivál nem titkolt célja a tiszta, szép magyar beszéd fejlesztése már kisiskolás korban. Ez a mottoja is a fesztiválunknak, hogy a gyerekekért és a különösképpen az anyanyelv ápolásáért, mivel mikor egy színdarabra készülnek, nyilván akkor jobban figyelnek a beszédre, a tanítónő még kiigazítja, megtanulnak új dolgokat. Az etédiek évek óta visszajárnak a rendezvényre. A csoportvezető szerint nagyon fontos, hogy minél több gyerek bekapcsolódjon a színjátszásba, és azok is szerepet kapjanak, akik közönség előtt nehezebben vállalják önmagukat. Olyan színdarabokat próbálunk mindig választani, ahol mindenki megmutathatja magát, akár kicsi szereptől nagyig. És a mottónk nem az, hogy valóban ugye első kell lenni, de ugye részvétel a fontos. Engem a tanítónéni kért meg, vagyis nem úgy kért meg, mint hogy kérlek szépen Lacika szerepelj, hanem úgy, hogy aki szeretne szerepelni, az nyújtsa fel a kezét. Hát én felnyújtottam, mert szeretek szerepelni. Akkor én lettem a süket király, és így jutam be a szerepbe. A régi népszokások és gyermekjátékok mellett a történelem is helyet kapott a színpadon. A 48-as forradalom és a trianoni békediktátum aláírásának napja fontos szerepet játszott a választott témák között. Amit azért rakott az Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk egyrészt, másrészt, hogy tanuljunk belőle, és igazságosabbak legyünk másokkal, mint azokkal. A zsűri elnöke szerint a fesztiválnak köszönhetően meglepően sokat fejlődött a gyermekszínjátszás a térségben. Nem csak, hogy szép számmal jelentkeztek a csoportok, hanem kitűnő produkciókkal érkeztek. Nem igaz, hogy évről évre nincs fejlődés, de most úgy érzem, mintha ugrásszerű fejlődés következett volna be. Az évek alatt több ezer székelyföldi általános iskolás diákot megmozgató rendezvényt az önzetlen pedagógusok munkája tartja hosszú ideje életben. Ők azok, akik a kötelező tanórákon túl is fontosnak tartják az anyanyelv ápolását. Ők azok, akik a jövőre 25 éves jubileumi fesztiválon is szépen beszélő, mondani valójukat bátran vállaló diákokkal töltik meg a Kultúrotthon színpadát.